be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Jó reggelt! Jó reggelt! Na mi is, zongora lett, kérdez Gábor, uh-huh. vagy milyen? Egyenesen a Zene Akadémiáról? A frakot húztál? mi történt? A múlt héten megszóltatok, hogy az akóm nem elég divatos, és azért kutakodtam És a jövő hétre szeretnél hozni egy divatos? Nem, ez a divatos. Hosszantít síkokkal, egy slankit, és három gomb, egy soros gombolású. Úgy gondolom, hogy ez most így egy minőségi. De srácok, azt nem fogjátok elhinni, amit végighallgattam a hiú fiútól, most már így is kell neveznem Gábort. Szóval nézd meg, szerinted most ezt tetszeni fog majd a Balázsnak? Mutatom közelről, nézd meg a jó, egyébként abszolút. Igen, mert az a helyzet, hogy ti könnyen beszéltek, mert Balázson egy ilyen divatos, nagyon jó kis póló van, bár a Jani mindig ilyen egyszínűben van. 1500 forintos. Igen, én meg a divat, ugye, nem járunk kézenfogva egymással az utóbbi 45 évben, úgyhogy engem hiába kóstol, sötétnek lesz nekem ez a nekem ez a stílusom. A Jani stápoló van. De nagyon jó lenne előtted egy zongora egyébként, Gábor, kifejezni, uh-huh. mert én adnék 1000 forintot, hogy csapja húrok közé. Kedves vagy. Valami Chopin-t nyomjál már. Hát az a helyzet, hogy meg kell szoknom az előadásokon, hogy ilyen öltözetbe kell lenni. Már nyilván nyakkendőt is szoktam hozzá kötni. Különböző zakóim vannak, de most tényleg egy olyat választottam, ami úgy gondoltam, hogy tetszeni fog nektek. Gondoltam rá tegnap, képzeld el. Tudod, mikor gondoltam rá tegnap, Gábor? Mikor? Tegnap este. Amikor vacsoráztál? Hát nem, akkor nem. Bár akkor is. Két alkalommal. Egyrészt, amikor vacsoráztunk, mert átmentünk a műsor főszerkesztővel egy szörnyű gyors étterembe, és a lehető legmérgezőbb dolgokat tettük, és utáltam magam emiatt, de már nem bírjuk azt tenni, amit a szállodában van. De ennél sokkal szörnyűbb dolgot csináltunk. Tegnap éjjel 2-kor bementünk egy benzinkútra, és megvettük a létező összes műanyagot, de mindent. És visszajöttünk a hotelba, kipakoltunk az asztalra, és eszembe jutott, hogy csinálok neked egy fotót, hogyha te azt látnád, szerintem elsírnád magad. Tehát a szénsavas üdítő, cukrozott üdítő, egyszerűen olyan ízség van az ízekre bennünk, hogy megvettük az összes, tudod, az ilyen nátrium-glutamátos, agyon fűszerezett, sózott chipszeket, szénsavas üdítő, cukros gyümölcslevek, mindent. Bögtél volna szerintem. Ez már egy ilyen belső lázadás. Letagadtál volna, hogy ismersz. Igen. Ez egy ilyen belső lázadás a részletekről, nem a Dél-Afrikában. Hát keressük az impulzusokat, igen, nagyon kevés van mindenből egyébként. És amikor hazajöttök, egyetlen... álmodoztok arra, hogy amikor hazajöttök, mi lesz az első étel, amit megesztek? Vagy van ilyen lista? Persze. Hát most már mindenki arról beszél itt a stábban, hogy ki mit kérjen otthon, meg mi legyen az első, amit a párja megfőzön neki, vagy a szülei, de azt tudjátok, hova megy majd először. Tehát konkrétan ilyen beszélgetéseket hallatsz a magyar stábban, hogy mit tegyek először, hova menjek, mit csináljak. Mindenki erről beszél. Én azt javasolnám, hogy tudjátok, amikor a börtönből valaki szabadul, bár ez egy picit rossz párhuzam, amikor a börtönből... Nem, egyébként járjuk csinálni, meg szeretjük, meg ez az életünk, de ugyanakkor valójában... De maga a törvényszerűség, ugye az, hogy a börtönben az emberek ugye alig kapnak enni, majd hazatérnek, és az asszony várja őket, már ha várja, és akkor rengeteget esznek. És akkor meghalnak lényegében, mert nem tudnak mértéket tartani. De jó kis vidám, happy end-es sztori. Nem, bocsánat, ezt nem úgy gondoltam. Azon jön ez így csütörtökön. Nem. Mondjad? Csak úgy gondoltam, hogy ha hazajöttek, akkor én azt gondolom, hogy pici salátával kéne melegíteni, tehát egy-két napig nem nagyon szabadna nehezet ennetek. Ne akarjál verést, mert rád is rádakunk egy pokrocot, kapsz egy pokrocot következéken csütörtökön. De Balázs, nézd, én ezt azért mondom. Salátával normális, hogy ennél te itt 6 hétig, ezek nem esznek semmi jót. De ezt a ti érdeketekben mondom, hogy jó, hát ehettek némi magyarosat is, biztos, hogy Feri fog hozni ilyen kolbászt, meg nem tudom, hurkaféléket, csak óvatosan, mert a koleszterin szintetek hirtelen felszökik. Majd a magyaros ételektől, és ez sem lesz. Mi lesz velük? Hát el fog zsírosodni a vér, és nehezebb lesz a gondolkodás. De állandóan aludni fognak. Tehát a jövő hét annyi baj legyen. Ha hazajönnek, esznek kolbászt, akkor meghalnak mind. Én folyadékkal indítanék, illetve sárgarépalével, cséklalével. Gábor, a karotinok mind. Mert a reptérről nem hazamegyek, elmegyek hozzá, hogy úgy megverlek, hogy összeszarod magad. Te se voltál még 5 hétig távol a családtól. Arra gondolok, hogy... Egy jó adag húslevesért Zsül baltüdőjét egy hústűvel átszúrnám most jelen pillanatban. De miért ott húsleves nem kaptok? Figyelj, nincsen nem. Semmi. Nincs. Gábor, képzeld el, hogy nagyon jól főznek, de ugyanaz van minden este. Most nem a dél-afrikai stábot szígyük, mert hogy ők ott kint egyébként a cateringben csinálnak hasonló dolgokat, de ugyanaz.
de itt 6 hét alatt egyszer nem változott a vacsora. Minden nap már a tálakat fordított sorrendben elmondom, hogy melyik tálban mi van, ugyanaz. Egyébként jól főznek, de 6 hétig minden este ugyanazt tenni. Ez tényleg borzasztó. Meg erőtlen a hagymájuk, a paprikájuk. Igen, nincsenek fűszerek, de 3 nap után azt érzed, hogy minden ugyanolyan ízű. És veszel egy zacskó chipset, amiért otthon az első fára kötném fel magam, mert nem eszem ilyet. Olyan boldog mosolyjal tudod konstatálni, hogy ez a nátrium glutamát azért mégse egy olyan rossz találmány, nyilván bűnös volt, aki kitalálta, és persze rossz, de ez egyszerűen szörnyű. Viszont némileg örömteli, hogy hallottam, azt hiszem Feri is mondta, hogy mennyiféle zabot tudtok ott fogyasztani különböző ízekben. Orba szájba zabozunk. És ez örömet okoz nektek? Tehát ez jó? Vagy ezt is meguntáltok már? Nem. Van. Hogy olyan szettet szoktam vásárolni, és ebből Balázs is időnként fogyaszt, amiben többféle ízesítés van. Nyilván ezek az ízesítések nem feltétlenül természetes ízesítések, de mindig fel van dobva egy kis magocskával, egy kis asszalgyümölcsöcskével, stb. És akkor szója tejjel van vegyítve, vagy rizstejjel. Attól függ, hogy éppen mi az olcsóbb, érted? Ez nagyszerű, igen. Na, mivel készültél, Gábor? Két témánk is van. Ugye mind a kettő cikk alapú, mert hogy újabb cikkek jelennek meg a tej kártékony hatásáról, és vannak szerintem tévedések a magyar fejekben, hogy jó-e a tej, vagy nem. Nyilván nem akarunk senki ellen lobbit indítani, de beszéljünk erről. Illetve változik bizonyos élelmiszeripari törvény decembertől, és föl kell tüntetni a csomagoláson egy csomó mindent, amit eddig nem. Reméljük, hogy ebben kicsit a műsor keze is, vagy hát a mi kezünk is benne van. Ezekből készültél, összeszedted azt a néhány dolgot, ami változik? Igen, igen. Illetve kiemelnék egy-két fontos dolgot. Ennek a lényege az, hogy egy EU rendelet, ami már hatályos, tehát itt nem biztos, hogy a műsor hatására, de alapvetően 2014, tehát idei év december 13-ától válik kötelezővé. Egy rendelet, tehát türelmi időnek vége lesz hamarosan, és ennek a lényege, ugye ez több részből áll ez a rendelet, én most nem mennék bele a részleteibe, azt emelném ki, hogy kötelező lesz jelölni az allergéneket minden élelmiszeren, illetve azoknál is tudni kell, akár az adott üzletben, mondjuk egy fagylaltozóban is, a munkatársaknak, ahol nincs csomagoló anyaga, tehát ugye nem előre csomagolt élelmiszerről van szó. Jelölni kell az allergéneket, például a glutént, ha van rákféle az élelmiszerben, tejfehérje, tejcukor, még a zellert is jelölni kell, képzeljétek el, december 13-tól, csillagfürt, tojás, hal, diófélék, a mustárt. Tehát, hogyha mustár van az élelmiszerben, jelölni kell, ugye arra is néhányan allergiások, puha testűeket, földi mogyorót, szóját, szezámot és a kén-dioxidot. De ezek eddig opcionálisak voltak? Mert hogy nagyon sok terméken lehet ezt eddig látni. Is kötelező volt, de nem volt olyan nagy a bünti, illetve akinél azt tapasztalták, hogy nem jelölte, pedig mondjuk volt kén a termékben, ott hát kapott egy ilyen elnyét, vagy nem volt olyan magas a büntetési tétel. Most már, december 13-tól ez olyannyira kötelezővé válik, hogy a büntetés meg fog jelenni. Ez annyira komolyan veszik, hogy például egy hotdogos neki kell írni, hogy mustár van a hotdogban? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha elmész egy ilyen talponállóba enni, akkor ott neked tudnod kell, hogy abban a virslében van-e glutén. Aha. És az lesz a tapasztalat, azt gondolom, hogy ki fogják írni, illetve ha nem is írják ki, te, mint fogyasztó, megkérdezheted, sőt, kérdezd meg, hogy ebben a termékben van-e mondjuk nitrit, van-e glutén, vagy ugye hústermékben is találkozhatunk tejcukorral, tejfehérjével, és most már nincs az, hogy a kedves kiszolgáló személyzet megvonja a vállát, hogy nem tudom, én egy napja dolgozom itt, hanem el kell mondania, sőt, hogyha elég szőrszálhasogatóak vagyunk, akkor kérhetjük a dokumentumot, hogy hát mutassa be, hogy nincsen glutén, mert én glutén érzékeny vagyok, és ebben a virislibe, hogy nincsen glutén, ezt igazolja, és elő kell húzza az asztal alól a dokumentumot, be kell mutassa. Ennyiben változik tehát, a kötelezettség fog változni, és hogy olyan üzemben gyártották, ahol mondjuk dió is van, vagy szezám, vagy liszt, akkor azt is jelölni kell a csomagoláson, hogy olyan üzemben készült, ahol ilyet feldolgoztak, és az sem mindegy, hogy milyen betűmérettel, képzeljétek, hogy a méret milyen fontos, 1,2 milliméter. 0,9 kötőjel 1,2 mm, tehát az is megszűnik, hogy ránézel egy csomagolásra, és még nagyítóval sem látod, hogy mekkora a betű, vagy le van éppen ragasztva, vagy minden nyelven ott van, csak magyarul nem találod. Most már megfelelő betűmérettel kell jelölni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív folyamat. A fogyasztó érdekeit szem előtt tartva, és egy picit háttérbe szorítva gyártó érdekeit, szabad mondanom, hogy végre
ez az Európai Uniós folyamat, ez Magyarországon is jelen van, és kötelezővé is válik. Mondjuk érdekes lesz, amikor már hoddogot veszel, és megkérdezel. Ez is van ebben glutén? Mustár, ketchup, majonéz, bacon, bacon. Glutén. Pirítottam meg, de glutén van benne? Hát fölkészültebbnek kell lenni a kiszolgáló személyzetnek. És hát bizony, az ellenőrző hatóság is beállhat, egy idős néninek öltözve, és rákérdezhet. És bizony, hogy bünti lehet. Jó napot kívánok! Nézzétek, ez a vagyok. Glutén van benne? Ezek a mindennapok. A mandula származékok iránt, a petrezselyem iránt érdeklődnék még. Igen, mondja Gábor. Hát igazából csak ennyi, hogy azért az ellenőrzések ott vannak, és én azt gondolom, hogy most már az allergiáknak a valószínűsége annyira megnőtt, hogy muszáj tudnunk, hogy amit veszünk, abban mi található. Ez egy teljesen normális dolog. Tudatosabban kell vásárolnunk, kérdeznünk, és a kiszolgálóknak, a gyártóknak is így kell jelölni és fölkészülni. De ez mindenképpen jó, hát most már végre nem azt nézik, hogy ki az, aki sokat fizet, hanem a fogyasztók érdekeit, nem? Akik talán így a legfontosabbak, és eddig kevésbé voltak fontosak. Illetve minden más fontosabb volt. Így van, hát nem mindenki örül ennek, mert ugye azok az élelmiszerek, amelyekben mondjuk van glutén, az eddig nem volt mondjuk jelölve, és hát nem biztos, hogy ezek után is ugyanolyan kereslet lesz iránta, mert lehet, hogy a fogyasztók inkább a menteseket fogják keresni, és a gyártó érdekelt lesz abban, hogy menteseket gyártson akár. Tehát legyen egy új palettája, ami mondjuk gluténmentes, ami azofestékmentes, tehát nincs benne mesterséges színezék, stb. Ugye a fagylaltozók, a jégkrémek kérdésköre is itt előkerül, tehát sok minden változni fog. Na, ugye egy cikről beszélgetünk, ami nemrég jelent meg, és a cikk tanulsága az, hogy nem erősíti a csontokat a tej nagy mennyiségű fogyasztása, ez derítette ki egy nagy létszámú svéd kutatás. Ugye itt megállapították, hogy akik napi 3 pohárnál több tejet isznak, valójában nagyobb a csonttörés esélye náluk, mint akik egynél kevesebbet fogyasztottak. Ezt a kutatást a BBC is átvette, és itt találtuk meg mi is. Valamint megnézték, hogy akik viszont savanyított tejtermékeket esznek, azoknál pont fordítva működik a dolog, akik többet fogyasztottak, azoknál kisebb volt a csonttörés veszélye. Na, és akkor itt jön ugye, hát szóba tulajdonképpen az, amiről mi már egyszer régebben beszéltünk, hogy a tej és a kalcium, ezt mondja a reklám, ezt mondják azok, akik a tejet előállítják, de mi valójában az igazság? Lehet ebben a cikkben valami, szerinted? Szerintem Balázs lehet, és azért is fontos ez a cikk, mert nem valami underground irodalomról van szó, hanem egy komoly kutatásról. Gyakran megvádolnak bennünket azzal, hogy hát persze ilyen zug irodalmakból akarjuk igazolni, hogy a tehéntej az nem jó, vagy nem mindenkinek jó. És nézzétek meg, hogy a kutatók nekiindulnak egy vizsgálatnak, tehát nincs előfeltételezés. Nincs az, hogy én azt akarom igazolni, hogy a tej rossz, mint mondjuk egy vegán célcsoport, vagy kutatói bázis. Hanem ők egyszerűen az igazságot akarják tudni, és nézzétek meg, hogy 61.400 nő és 45.300 férfi 20 évig való követéses vizsgálatáról van szó. A nőket 20 évig, a férfiakat 11 évig követték. Azért ez szerintem nem kevés. Sem az a létszám, szám, sem a szám. Hosszú tehát mondhatjuk, hogy ez egy ilyen reprezentatív és egy nagyon komoly vizsgálat, nem 5 emberen végezték. A lényeg az, hogy akik 3 pohárnál több tejet ittak naponta, ott a csonttörés kockázata nagyobb volt. Hát ez egy rettentő új hír, mert ugye azt hittük, hogy minél több tejet iszunk, annál jobb lesz a csontállapotunk. És Balázs, hoztam nektek a számítógépemen, nem tudom mennyire lesz ez látható, ha Feri megpróbálja talán. Megpróbálom oda. Kérlek szépen, egy olyan ábrát hoztam, amit nekünk nem nagyon szabad publikálnunk, de tény ez az ábra. Az ábra pedig azt mutatja, hogy minél magasabb a kálcium bevitel, annál magasabb a csonttörés kockázata, a comnyaktörés kockázata. Köszönöm, Feri, láttátok valamit? De várjál, hogy akkor még egyszer értem, hogy tehát minél magasabb a kálcium bevitel, annál magasabb a comnyaktörés aránya? Igen, mondok egy példát. Dél-Afrika, itt van az ábrán, Dél-Afrika. Dél-Afrikában a kálcium fogyasztás kevesebb, mint 200 mg naponta. Ugye ez rettentő kevés, mert 1500-at kéne. Magyarországon ennyi a javaslat. Ehhez képest a combnyaktörés aránya 100 ezer emberre nézve szinte nulla. Most erre a Feri azt mondta, hogy azért, mert nincs hó,
De hát nem várjátok, én úgy furtam meg, várjál, úgy furtam meg, mert a lista másik végén, figyelj, a lista másik végén Finnország van. Miért van ez a törés? Elcsúsznak. Csúszkálnak ott állandóan. Figyelj, de én azt mondtam a Ferinek, hogy banánhéj viszont van Afrikában is. El tudnak csúszni. Jó riposzt. Ezen nem múlik. Viszont nézzétek meg, hogy azok az országok, ahol rengeteg a kálcium, magas a kálcium bevitel, tehát Finnország, Hollandia, Svédország, ugye ez egy svéd kutatás, tehát nem is dél-afrikai, ez egy svéd kutatás, tehát lényeg az, hogy ott pedig nagyon magas a comnyaktörés arányos. Nézzétek, ezek a párhuzamok, ezek nem férnek bele a mai tudományos elvekben. Azt tudjuk egyébként, hogy Dél-Afrikában mással beviszik-e a kálciumot, vagy ez csak a tejre vonatkozik, vagy ez az összkálcium bevitelre? Ez összkálcium fogyasztás. Viszont már azt is tudjuk, hogy a japánok kevesebb kálciumot fogyasztanak, mint az európai és amerikai populációk, de azt nem tehéntejből viszik be, hanem szezámból, szójából, egyebekből, és ezért a japán ember csonttömege arányosan kisebb saját testtömegéhez képest, mint az európai-amerikai csonttömeg. Tehát a japánoknak elvileg gyengébbek a csontjaik. Viszont a belső szerkezete a japán ember csontjának annyira stabil, hogy bivaly erősek a japán embereknek a csontjai. Ezért érdekes, hogy nem csak az számít, hogy mennyi kálciumot eszem, hanem az is, hogy miből. A tehéntejből úgy tűnik, hogy nem alakul ki a stabil csontszerkezet, hanem törékeny csont alakulhat ki, nagyobb mennyiségű tehéntej, natúrtej adásával. Tehát ezt csak azért mondom, Balázs, mert mondják itt, hogy sok kálcium, most már tudjuk, hogy magnézium is kell, mangán is kell, cink, réz, K-vitamin, D-vitamin, és nekünk nem az a célunk, hogy az egekig szökjön a kálciumbevitelünk, mert ez nem feltétlenül szerencsés a vesének, az ereknek, hanem az a célunk, hogy a egyensúly legyen. Hogy vigyük be a vitaminokat, a D-vitamin, K-vitamin, B6 vitamin, magnézium, cink, réz, és mivel mondjuk Japánban, meg nem tudom, Afrikában, Hongkong is itt van, sokkal szerencsésebbek a bevitelek, nincs annyi tehéntej, kevesebb a kálcium, de az tökéletesen épül be. Ezért tehát azt mondod, hogy azon nők, akik félnek a csonttitkulástól, és nálunk ugye azért ez egy népbetegség, hogy mondjuk az 50 feletti nőket, férfiakat azért ez sokszor veszélyezteti. Azok mondjuk ne tejet vigyenek be, mert pont az ellenkező hatást érik el, és a tej pont kivonja a kálciumot a szervezetből. Vigyenek be kálciumot, de más formában, és mondjuk ne úgy, hogy megisznak napi 3 pohár tejet. Most, hogyha azt mondom, hogy igen, akkor szerintem engem kilépek az utcára és megvernek, és ti könnyű helyzetben vagytok, mert ti Dél-Afrikában vagytok, és titeket nem tudnak megverni, csak engem, nem baj. Viszont azt kell mondjam, hogy natur joghurt. Tehát ha tejtermék, akkor savanyított tejkészítmény, amiről a szakma is pontosan jegyzi, hogy olyan jó felszívódású kálciumot tartalmaz, ionizált kálciumot, ami jó a bélnek, jó a szervezetnek, ezért azt merem mondani, hogy ha tejtermék, akkor nem a zsíros sajtok, nem a natur 3 pohár tej, hanem natur joghurt, illetve a kefir, vagy a házilag készített aludtej, ha valaki tud ilyet házilag készíteni. Okay. Mi a helyzet a gyerekekkel? Ugye ott is adjuk nekik a tejet, egyrészt szeretik is nyilván kakó formájában, tej formájában, és az ember itt is azt gondolja, hogy kell a csontjának, kell a kálcium. A gyerekeknél még jobban emészti a szervezet? Vagy ott még jobb? Jobban járnak, hát ugye 3 és 6 éves kor között a gyermekek érzékenyek a tehéntej fehérjére, majd kinövik. Azt mondja a szakma, így nevezi, kinövik a tehéntej fehérje allergiát. Ettől függetlenül, Balázs, azt mondom, hogy én nem erőltetném a tehéntej adását, tekintettel arra, hogy emelheti az asztmatikus. Mi a helyzet a többi tejjel? Mi a helyzet a többi tejjel? Igen, kecsketejjel, juhtejjel, stb. Rengeteg ilyet is lehet kapni, igen. Forgalmazzák. Most már bivajtejből is készülnek. Igen, juhtej, kecsketej, bivajtej és kancatej, ezek alkalmasak, sokkal szerencsésebbek. Úgy nevezik, hogy prebiotikus tejek, tehát nagyon sok benne az értékes szénhidrát. Ezeket sem erőltetném, főleg nem szabad nyersen inni ezeket, hanem mindig pasztőrőzzük most már. Azt kell mondjam, tehát jó volt a kérdés Janitól, hogy a tehéntej, üzleti, bolti tehéntej, natur tehéntej fogyasztását én csökkenteném gyerekeknél is. Asztma, allergiás asztma, bérrendszeri problémák, allergiák és egyéb problémáknak a felerősítője. Azt mondják, szerepet játszhat. Például a lányoknál a pattanások.
keresik az okát, hogy mi okozza a lányoknál ugye a pubertáskori pattanásokat, tehát a tehénte abszolút kihozza a sajt, pláne nem csak a csokoládé, meg a dió, hanem kifejezetten a sajtok, a zsíros termékek, a tehénte, a vaj adásával, vagy elhagyásával pontosabban a pattanások csökkenhetnek. Úgyhogy merem mondani, a vashiány, talán mondtam, fiatalkori cukorbaj és a tehéntej még mindig vizsgálják, de már azt mondják, hogy van összefüggés. Úgyhogy azt mondom, hogy gyereknél is, ha adunk tejet, akkor csak joghurtot adunk, de ne gyümölcs joghurtot. Tehát feldolgozott formában fogyasszanak tejet, hogyha minden áron tejjel akarják bevinni. Akár. Igen, és nem véletlenül mondjuk, hogy dió, hogy a mandula, az ezekből főzött krémek, a szezám, a mák, ezek továbbra is gyermekkortól kezdve. A mák olajról olvastam, nagyon lassan építi vissza a csontrendszer, de például 50 feletti nőknek minden nap meg kéne enni egy evőkanál mák olajat. Lassan hat, tehát hosszú ideig kell szedni, egy másfél év, de hogy brutális módon építi vissza a csontrendszert, és aki fél a csontritkulástól, vagy hajlam, vagy bármi, milyen tére felmerülhet, napi egy evőkanál mák olaj, az például kiváló. Ez nagyon jó, így van. Foszforban nagyon gazdag. Tennék hozzá egy teljes kanálnyi pirított őrölt szezámmagot, és ahhoz csöpögtetnék egy kis mákolajat és egy kis mézet. Én ezért szeretlek, mert bedobok valamit, és azonnal tovább törgeted. Az a baj, hogy a mákolaj az nem kiegyensúlyozott, mert rendkívül magas a foszfor tartalma, tehát nem annyira kálcium, hanem a foszfor tartalma, és arról azt tudjuk, hogy ha nem adok hozzá a szezámot, akkor más lesz a fölszívódás. Uh-huh. Ezért valaki kérdezi, szezám. Nagyon fontos SMS, hogy mi a helyzet a madár tejjel. Hogy Az borzalom. A legjobb dolog a világon. Nem fontos, mert a tehéntejről nagyon sokat beszéltünk, de hogy a madár tejjel, Gábor, mi a helyzet? Ez nagyon is fontos kérdés. Hát nézzétek, rendszeresen nem ajánlom madártej fogyasztását. Megválaszolja, de szeretném. Cukros tej van benne. Tehát azt mondod akkor, hogy oké, gyereknek, felnőttnek ne túl sokat, és akkor inkább savanyított tejtermék, tehát nyilván nem mögött üzlet van, lobby van, megint van egyfajta kommunikáció, mi ezt értjük, ha már tej, akkor a savanyított tejtermékek, joghurt, így van, joghurt, és a szülő nehogy azt gondolja, nehogy lelkiismeretfurdalása legyen, hogyha a gyermek nem ivott minden nap két pohár tejet, ettől a gyermeknek a csontja nem lesz gyengébb, attól még ő sportolhat, csak meg kell találni az egyéb kálcium forrásokat, és a K-vitamin, tehát spenót újra és újra, illetve a zöld leveles saláták és a fejes káposzta, kell káposzta. Ú, és mindegyik milyen finom, és milyen szívesen eszik a gyerekek. Ugye, akinek van gyereke, tudja, hogy egy zöld fejes salátától a gyerek lázba jön, remegni kezd, és azt mondja, hogy anya, még egy kicsit, még egy kicsit. Egy finom öntettel. Mit reggeliztél? Egy finom öntettel, igen. Mit reggeliztél, drága Gáborom? Összekevertem 50-50%-ban árpapelyhet és zappelyhet, majd rizstejszínnel és agavészsziruppal tálaltam magamnak reggeliző asztalra. Uh-huh. És tálaltad magadnak a reggeliző asztalra? Nagyon jó, igen. Grapefruit. És beszéltél magadhoz közben? Na ez most, Gábor, mindet meg fogod enni, egyetlen falatocskát sem hagyj itt a tányéron, letörled a szádról. Grapefruit, egyébként nem szoktam hagyni. Hiába csúfolottok. Grapefruitot ettem hozzá. De meg ne kérdezzétek, hogy mostam le, és hogy takarítottam le. Egyébként lesúroltam. De amikor meghámozod, akkor is? Előtte. Aha. Hogy ne ér hozzá. Itt jelent meg az Origón egy nagy cikk, és imádtalak, mert mi erről már fél éve beszéltünk. A, igen, a megelőztük a korunkat. Narancshéj, citromhéj, ófenilfenol vegyületeknek hasonló. Igen. Egyébként nézzétek meg, hogy foglalkozunk egy témával, és néhány hét múlva megjelenik egy svéd kutatás. Persze, ez kicsit most viccnek szántam. Igen, egy 20 éves kutatás jelenik. Igen. Egy GT monogramú szerzőnek a tollából. Oké, Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Jövő héten nem vagyunk, jó, mert utazunk éppen, jövünk haza, ha minden igaz. És mindenki úgy akarja, úgyhogy Balázs, ha elszabad mondanom, nagyon sokan érdeklődnek, hogy hol tartunk előadást, és közkívánatra Gödöllőn, a Művészetek Házában lesz egy nagy előadás az élelmiszeriparról, helyesebben kettő, úgyhogy megemlékezünk majd rólad is. Ez november 18-án mi lesz. Nem emlékezünk még. Egy nagy közös álomban vagyok benne, igazából tegnap hazafelé a táborról meghaltam, és ti már megemlékeztek róla. Nem. Kihallgatok egy beszélgetést, ahol ott se vagyok, és már azt hiszem, hogy itt vagyok, de már akkor rég halott vagyok, és ti beszélgettek rólam. Aha, az emberek meg szokták kérdezni, hogy milyen ember vagy, hogy milyen a műsorban lenni, milyen itt veletek beszélgetni, és én mindig
erről beszámolok, és általában pozitív dolgokat szoktam mondani. Általában, hallottad, általában. Nem mondok semmi rosszat. Mindjárt meg egyszer egy ilyen előadásra feldobom a hangulatot. Balázs, én erre gondoltam, csak az a baj, hogy, hogy nem tudom, van-e rá időd, mert hogyha lenne időd, én szívesen tehát szerveznénk egy ilyet, az emberek biztos, hogy megtöltenék a helyet. Az a kérdés, van-e hozzá kedved, vagy kedvetek? Hogyne, nagyon szívesen. Tényleg? Persze. Hát most egy jövő héten nem, de utána beszéljünk erről. Jaj, de jó. Egy csomó mindenünk projektünk. Jó, jó, de ezt most egy műsorban mondtad el, azt tudod, és most ezt másfél millió ember hallotta. Tehát ez számon kicsit fogják kérni. Kicsit érzed, hogy sarokba szorított? Nem szoktam. Én nem fogom számon kérni, csak hogy az emberek kérdezni fogják, de én nagyon örülnék neki. Gábor, csak rám gondolsz, és a terem megtelik, úgyhogy igen. Ha megyek, hidd el, hogy... Én nagyon örülnék egy ilyen közös lesznek. Projektnek, és megköszönném. Jó van, vigyázz magadra, két hét múlva. Jó? Jó, jó, Gábor. Köszönöm, sziasztok. Köszönjük minden szépen. Jó. Üdvözöljük a Szabót, ha még él. Mr. Puliszka, köszönjük szépen. Vigyázz magadra, Gáborunk. Köszönöm. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.